Akik óta követik a csatornánkat, tudhatják, hogy nem csak vloggerként dolgozom, hanem társasjáték szerzőként is. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most már jó pár társasjátékom elérhető szerte az országban, és az egyik legfrissebb szerzeményem a Herceg nyári a Pagony gondozásában látott napvilágot, a következőkben pedig erről a különleges társasjátékról fogok beszélni. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok! Én Zoli vagyok, ez pedig amit játszunk vlog. Hogy tovább tudjunk menni, fontosnak tartom a hercegnyes szabályairól beszélni. Ez egy kooperatív társasjáték, melyben a játékosok futókat irányítanak, hogy szórakoztassák a főnök fiát, vagy a herceget. Lássuk a szabályokat! Így néz ki a Herceg Nyercimű társas játék, hogyha négy játékosra készítettem elő. Ebben a kooperatíva vagy együttműködésen alapuló játékban a játékosok közös célja úgy alakítani ezt a versenyfutást, hogy a negyedik forduló végén a Herceg útlapkája legyen legközelebb a célhoz. A cél az pedig a húzópakli fele van. A játékosok mindegyik futót irányítják egyszerre, és először is túl kell élni a negyedik fordulóig úgy, hogy úgy mozgassák ezeket az útlapkákat, illetve a futókat, hogy egyik játékos fusson ki, azaz minden egyes lépést le tudjanak a klipben, a negyedik forduló végén pedig a herceg lapkája legyen a legközelebb a húzópaklihoz. Az előkészületekhez hozzá tartozik a futópályának a kialakítása, mely így néz ki, a többi futónak a helyzete az véletlenszerű, tehát a zöld, a kék, meg a piros futót azt varjálhatjátok, viszont ez az elrendezéshez kötött, és le legyen a herceg. A programkártyák közül mindegyik játékos négyet kap, ezen kívül az extra királyi szeszélyeket, a trükkkártyákat, valamint azokat az útlapkákat, amin valamely szimbólum van a jobb felső sarokban, azokat terjétek félre a kezdő bemelegítő játékhoz ezekre nincsen szükség. A játékosok kézbe veszik a programkártyákat, és úgy tartják, hogy ezt más játékos ne lássa meg, és a kezdőjátékostól kezdve óramutató járásának megfelelően egymás után jönnek a játékosok, és minden egyes fordulónak két része van. Először is egy 10 kártyából álló programsor kialakítása, utána pedig a visszajátszás. A játékos a körében bővíti a programsort egy kártyával, utána pedig kiegészíti a kezében tartott kártyák számát négyre. Tegyük fel, hogy ez a játékos kezdi meg a játékot, és szeretne egy olyan kártyát, lejátszani, amit egészen biztosan végre tudnak majd hajtani játékosok. Többféle mozgatási kártyát különböztetünk meg. Van olyan mozgató kártya, ami egy bizonyos futóra vonatkozik, abban az esetben, hogyha visszajátszás során egy ilyen kártyát játszunk le, akkor a futó előre megy egyet. Abban az esetben, hogyha fordul ikon is található az adott kártyán, akkor az adott futó megfordul, és más felre, más fele néz majd az, az, a bizonyos nyíl, és utána hajtja végre azt az egy mozgást. Elképzelhető, hogy egy kártya egy bizonyos futóra vonatkozik, és hogyha korona van fölötte, akkor bizony a herceg is mozdul. Nincs olyan kártya, ami direkt a herceget mozgatná, hanem valamelyik futót és utána a herceget, és, és itt a során nagyon fontos, minden esetben először az adott futó mozdul, és csak utána mozdul majd a herceg. Abban az esetben, hogyha fekete kártyát játszanának le a játékosok, akkor ez egy joker szín. lejátszáskor nem, hanem majd a visszajátszáskor közösen megbeszélhetik a játékosok, hogy kire vonatkozzon az a bizonyos mozgás, melyik futóra vonatkozzon. Elképzelhető, -e, hogy ilyen fekete kártya az nem csak adott játékost, adott futót, hanem bizony a herceget is mozdítja majd. Ennek fényében gondolják végig a játékosok, hogy pontosan mit szeretnének csinálni. Ez a játékos nem tud herceget mozgatni, és fontos általános szabály, hogy a játékosok egyértelmű információt nem adhatnak a kezükben tartott kártyákról. Mondhatnak arról segítséget, hogy én például a herceggel nem vagyok kifejezetten jóban ebben a fordulóban, de elképzelhető, hogy van egy nagyon kártékony lapja a játékosnak, amit semmiképpen nem szeretne lejátszani. De ez a játékos megnyitja a táncot és indítja a programsort ezzel a kártyával, ezután pedig lapot Óramutatásnak megfelelően jön a következő játék. A következő játékos kiegészíti a programsort, azt mondja, hogy ilyen ezt a kártyát szeretném lejátszani, és kiegészíti a kezében látható kártyák számát. Négy, de jön a következő játékos, a következő játékos is lejátszik egy kártyát, ő sem szeretne herceggel bíbelődni, és húz egy kártyát, jön a következő játékos. Fontos, hogy először kialakítjuk a tízes programsort, és csak utána, miután itt van ez a tíz kártya, utána játszuk vissza az eseményeket, utána lépjük le, és igen, a játékosoknak el kell képzelni, hogy pontosan mi fog történni, és annak fényében pakolgatni későbbiekben kártyákat. Amint el elkészült a programsor, és lekerült a tizedik kártya, utána indul a visszajátszás. Elkészült tehát a programsor, és indul a visszajátszás. Az első kártya azt mondja, hogy megfordul a zöld herceg kisasszony, utána pedig mozdul egyet. Ezt a kártyát végrehajtottuk. Jön a következő kártya, ami azt mondja, hogy a pékünk, akinek jobb dolga is van, de azért meglehetősen szereti ezt a futkosást, ő mozdul egyet. A herceg kisasszony nem mozdul, csak megfordul. Ezután a játékosok megbeszélhetik, hogy kint szeretnének mozdítani. Hújújú, itt a pirosunk nagyon-nagyon sok mozgás kapott, őt nem biztos, hogy mozgatni kéne. Úgyhogy valószínűleg be kéne majd hozni a kék játékos, hogy a pirosnak legyen elég mozgás terü, úgyhogy a kék játékos esik a játékosok választása. Na most fontos, hogy ezen a kártyán szerepel egy korona is, úgyhogy a hercegünk is megfordul. A hercegünk Teó félő nagyon kétségbeesett esett, próbálja követni az eseményeket, csak hát folyton mással van elfoglalva, úgyhogy valamit lekövet, valamit nem, és ezt próbálják meg kísérni a játékosok, hogy mik azok a mozgások, amiket lekövessen a herceg. Valamelyik futónk mozdul hármat. A játékosok azt mondják, hogy mozduljon a piros, mert ő majd meg fog fordulni, és visszafelé is jó sokat fog futni. Úgyhogy a piros egy, kettő, három mozgást végrehajt. Végrehajtottuk, ezután a pirosunk megfordul, és mozdul egyet. Ezután a hercegünk megfordul, és mozdul egyet. Ezután a pirosunk egy, kettő, három mozgást hajt végre, végrehajtottuk, mozdul a kék, egy, kettő mozgást hajtottunk végre, csak a kékkel, a piros futónk a pék mozdul, egyet, valamint a herceg is mozdul egyet, és fontos szabály, hogy ezt még le tudta lépni a herceg, mert még nem futott ki a futópályáról. Abban az esetben, hogyha most viszont mozdulna egyet arra, merre a nyila mutat, akkor sajnos a játék azon a véget ért, kiderült a bunda, nyerni hagytuk a herceget, anélkül, hogy végig tudtuk volna csinálni a négy fordulót, úgyhogy az rendkívül kellemetlen lenne, viszont most még le tudtuk lépni a herceget, ezután a zöld egy, kettő, hármat futó játékosunk is meglehetősen boldog. Indul a következő forduló, ezzel a dobópakliban jelöljük, hogy megvolt az első körünk. A negyedik kör végén, hogyha ez az állásunk lenne, akkor a játékosok meg is nyerték volna a játékot, viszont hogyha még van forduló játékból, akkor játszunk egy következőt. A játék története szerint a királynak a fiával kell fussunk a herceggel, és a játékosok dönthetnek, hogy az amúgy egyszerűnek tűnő alapjátékot még könnyítik, vagy nehezítik. Kérhető segítség a királytól, akkor szívecskés lapokat fogunk meghatározni a vagy szívecskés lapokat válogatunk be. A forduló elején felcsapunk ebből egyet, ami vagy plusz utat, vagy a beszélgetés lehetőségét, vagy öt kártya után visszajátszást, vagy több lap a kézben lehetőséget, esetleg csak 8 kártyával program programsort kér tőlünk a király, viszont magunkra is haragíthatjuk a királyt abban az hogyha nehezebb játékot szeretnénk játszani, akkor valamivel megbüntet minket, és meglehetősen nehézé teszi a körülményeket. Minden egyes kártyát lemásol, a herceg, tehát minden kártya után futkosni fog a herceg, akár maradt, akár korona, az adott forduló végén is elsőnek kell lenni a királynak. Minden egyes ö, kártya kettes mozgatást hajt végre, mínusz egy ö, ö, útlapkával kell fussunk, valamint nem látható a program kihívással kell szembenézni a játékosoknak. Ez az első, második, illetve a harmadik fordulóra vonatkozhat. A negyedik forduló nincs ex a szabály, ott annyi a kívánalom, hogy álljon elő a herceg, teljesen mindegy, hogy merre áll arccal, csak legyen a húzó közelebb. Ha kisebbekkel játszik a játékot, akkor játszhatunk trükkkártyákkal. A trükkkártyák közül mindegyik játékos a játék elején véletlenszerűen kap egyet, és a kezében tartja, és amikor szeretné, akkor játssza le, és emeli a kártya emeli, húz majd még három kártyát, és a játék egy bizonyos pontján bejátszhatja ezt a programsorba, és a végrehajtáskor bármerre helyezhető egy bizonyos futó, esetleg két útlapka, vagy bármelyik futó átfordítható valamere arccal. Ez nagyon a segítség tud lenni a játékosoknak, amikor azt érzik, hogy hú, nem tudok mit csinálni, nincs következménye, hogy ez a játékos kezében marad, mint egy plusz mankó kapaszkodó segítség a játékosoknak hogyha nagyon nehéznek tűnik a játék. A játékhoz, mint kiegészítő modul jelen vannak még más tereplapkák is, ebből egyet a király, mint ajándék tud egy forduló erejéig becsempészni a játékosok világába. Egy több útlapkával játszanak a játékosok, így nagyobb a játszótér, könnyebb játszani vele picit. Viszont a játékban szerepelhetnek még egyéb tárgyak, illetve egyéb karakterek is. A buhóc, a trambolin, meg a gödörök lefordítva kezdik meg a játékot, és akkor fordulnak föl, hogyha valamelyik futó elfut mellettük, és akkor bizony életbe lép az ő képességük. A bohóc, a következő hercegnek a mozgását, arra fele fog futni, mert a herceg éppen aktuálisan áll, viszont nem a herceg mozdul, hanem a bohóc, utána pedig lefordul. A trambolin plusz egyet ad a játékosok a, a, a futók mozgásához, ezáltal picit kiszemíthatatlanná téve. Tehát abban az esetben, hogyha itt lenne a trambolinunk és a futónk bekapcsolná, akkor a következő mozgásnál plusz egyet mozdít a trambolin. A, a, gödör ő ennek az ellentéte, ő megfogja egy játékosnak a mozgását, abban az esetben, hogy elfutnánk a gödör mellett, akkor megfordul a gödörlap és a a következő futónak a mozgását megállítja az adott helyszínen, ezáltal kiszámíthatatlanságot adva. Merlin, ő valamerre néz, és innentől kezdve nincs jelentőség, hogyha Merlin játékban van, annak a kártyának, hogy fordul a herceg, ugyanis a herceg minden körülmények között arra le fogja lefutni a mozgását, amelyre Merlin mutat, úgyhogy a játékosoknak forgatni kell majd Merlint, mert amerre Merlin mutat, a tanítómester a hercegnek arra lefutkos a herceg, ez egy kifejezetten nehe komoly nehezítés. A fekete lovag, ő onnantól kezdve lefogja a fekete kártyák képességét, egy plusz futó érkezik meg a játék, és azáltal a fekete kártya az már nem bárkire vonatkozhat, hanem csak is kizárólag erre a játékosra. A sárkány pedig személyes kedvencem, ő a végén megjelenik, és onnantól kezdve forduló fordulóra megeszik egy, já, egy, egy, útlapkát, és roppant kellemetlen, hogyha a játékosok befutatnak egy futót a sárkány szájába, vagy a szélén hagynak egy karakterlapkát, mert akkor bizony közösen elvesztették a játékot. De minden más esetben, hogyha a negyedik forduló végén sikerült a herceget előhagyni, akkor a játékosok közösen megnyerik a herceg nyercimi játékot. Ez tehát a herceg nyercimi játék egy gyors sumája lényege. Mivel a Herceg nyer egy saját társas játék, és eléggé elfogult vagyok ezzel kapcsolatban, nem egy véleményezést szeretnék most csinálni, majdben elmondom, hogy mennyire zseniális az a játék, hanem inkább élménybe számolok, meg elmesélem a hátterét ennek a játéknak. A Herceg nyer alapötlete nagyjából 7-8 éves, jó régóta foglalkozom játéktervezéssel, és egy beszélgetésből jött az inspiráció, melyben egy párral beszéltünk, akik hagyták nyerni a gyereküket, és úgy játszották a Derby című lóversenyes játékot, hogy a kis fiúk nyerjen. Ami szerintem pedagógiailag, játékpedagógiailag meglehetősen helytelen. Ilyenkor ilyen szoktunk tanácsolni, hogy vagy válaszanak más játékot, vagy adjanak előnyt a gyerkőcnek. De tetszett nekem az alapgondolat, hogy ők összeszövetkeztek, hogy úgy próbálták alakítani a játékállását, hogy a kisfiúk nyerje meg a játékot. És én úgy jöttem el ebből a beszélgetésből, hogy ez zseniális. Ez a bizonyos kooperáció szülők között, hogy van valaki, aki ne vegye észre ezt a bizonyos kooperációt, és úgy próbáljuk meg segíteni. Adekvát volt a, a, a téma felvetés, hogy van a főnök akinek egy fia van, és nyilván meg van bundázva, a hercegnek kell megnyerni a játékot, a kis hercegnek, mert különben a király mérges lesz. De alakítsuk úgy az egészet, hogy végig menjen a játék, és csak a végén nyerje meg a herceg. És tulajdonképpen erről az ívről szól ez a játék, hogy van négy forduló, a négy fordulót végig kell játszani, akkor tudunk nyerni, hogyha eljutunk a végig, és a végén legyen előle a herceg. A legelső változata a játéknak egy meglehetősen administratív, rengeteg mindent bele volna szuszakolni változat volt, és Később találkoztam a rennek Nícia szabályal, ami tulajdonképpen áthatja az egész társasjáték tervezésemet, hogy egy játék akkor van kész, ha már nem tudunk elvenni belőle anélkül, hogy a lényege sérülne. És onnantól kezdve a herceg nyert tervezői karrierje mindmáig egy ilyen elvételek sorozata. Nem kell sok bonyolultság, legyen pörgő, legyen sodró, és ezért is tartom nagyon letisztultnak ezt a játékot. A játékosok körében leteszek kártyát húz egy kártyát. A játékot át, hogyha a négyes szám, négy fordulót játszunk, négy futunk van a játékos a kezében, négy kártyával dolgozik, amit úgy kellemesen elég nekéreztem a, arra a ráhatásra, hogy pontosan eljussunk a negyedik fordulóig. Számomra a tervezőként nagyon fontos a humor, nagyon sok játékomban visszaköszön egy bizonyos Megmosolyogtató helyzet legyen az a Lemageddon, de az igenben is nagyon sok komikus helyzetet keresek. Ahogy ennek a játéknak az Iker játékában, a hupsiban is egy alapvetően komikum jelenik meg a játékasztalon, és hát valljuk be, sokan voltunk már olyan főnök fiával dolgozunk helyzetben, ahol kimondva kimondatlanul egy picit próbálom segíteni azt a másik játékos, de természetesen nem nagyon hangosan, hanem úgy ő halkan puhán, mégis játszani kell a főnök fiával, hogy mint a borzalmas főnökökben az egyik szereplő, nyilván neki kell nyerni, de az Mindannyian jól érezzük magunkat, ugye? Jól érezzük magunkat, és ez a bizonyos helyzet szerintem frissen tartja a hangulatot egészen a végéig. A játék legelső változatai mocsok nehezek voltak. Én nem vagyok az a fajta játékos, aki egy kooperatív játékban a nehézséget szereti. Korábban készítettünk több videót kooperatív játékokról, és vannak nagyon nehéz kooperatív játékok, melyben 10-ből kétszer-háromszor nyernek a játékosok, és azt úgy tort ülnek a győzelem fölött, hogy a sikerült az utolsó erődben végre vala három Robinson Crusoe-ban, esetleg a szellemek szigetében, jaj, és a győzelemig. Számomra sokkal inspirálóbb volt meglíkek megközelítése, amit a pandemikben, a tiltott sorozatban alkalmazott, hogy nagyon Teszhető a nehézség. Egy kooperatív játékban tudunk beállítani egy gyakorló sikerélményt adó helyzetet, hogy meg fogjuk nyerni hogy elsajátítsuk a játékvilágát, és számomra nagyon fontos lett az elmúlt években ennek a szintezésnek a kitágítása a hercegnyelven. Be tudunk állítani egy kifejezetten egyszerű kisgyerekbarát helyzetet, melyben tulajdonképpen nagyon egyszerűen tudunk haladni. Vannak a játékosoknak segítségkártyái, melyben nagyon komoly ráhatással vannak arra, hogy pontosan, oké, szorult helyzet van, nem tudom, hogy mit csináljunk, az a 10 kártyabláló programsor frusztrálónak hathat, és vannak menekülőlapok. lapok. Elebbe be tudunk állítani a királynak segítségkártyáját, szívecskés kártyákat, melyben azon a szigorúnak tűnő szabályon lazítunk egy picit. Viszont szerettem volna ezt az ollót jó szélesen nyitni, és hogyha valami nagyon könnyű tud lenni, akkor nézzük meg, hogy tud nagyon macsó nehéz helyzet lenni, mikor játékosok azt mondják, hogy tulajdonképpen lehetetlen. Tehát, amikor a fekete lovag, a sárkány, meg a trambulin dolgozik egyszerre, szigorító kártyákkal, ember lenne a talpának is szembenéz ezzel a kihívással. Úgyhogy a számomra nagyon fontos volt, hogy egy nagyon egyszerűtől, egy közel lehetetlennek tűnő, epikus, küzdelemig legyen skálázható ez a bizonyos játék. És én nagyon büszke vagyok arra, hogy úgy érzem, hogy megvalósult, aránylag szerény eszközkészlettel. Nekem nagyon fontos volt, hogy ezek ne kártyák, hanem tokenek legyenek. És hálás vagyok a pogony munkatársainak, hogy egy nagyon szép illusztrációval van kísérve ez az egész hangulat. Nagyon örülök neki, hogy Baranyai B. András átadta a humorát, a karaktereit, nagyon szeretem a herceg megjelenését, illetve ezt a jó sosta érdemes futó kompániát illusztrálni. Nagyon szeretem a sárkányt, a Bohócot, íródik az a bizonyos történet, és megszületik az a hangulat, hogy van egy herceg, akinek van egy slepje, vannak társasága, van egy bohóc haverja, meg Merlin, akire folyamatosan figyel, és ez a bizonyos történet íródik a herceg nyer nagyjából 20-30 percében. Érdekesség a Herceg Nyer című társasjátékkal kapcsolatban, hogy azon a ritka Pogonyos társasjátékok közé tartozik, amely nem egy nagyobb brand része, hanem önön jogán áll meg a saját lábán, és nagyon hálás vagyok a Pogony munkatársainak, hogy láttak ebben a játékban fantáziát, hogy ne csatoljuk máshoz, hanem maradhasson ez a picikis univerzum sárkányostól, Merlinestől, Hercegestől. Ajánlom ezt a társasjátékot a kooperatív játékok rajongóinak, akik kíváncsiak egy programozós munkára, melyben egy dimenzióban mozgatunk karaktereket. Én szeretem, amikor a pedagógia nem transzparens, hanem rejtettem mechanizmus szintjén van jelen. Jó programozást tanul, tanulni vagy gyakorolni, és szerintem akár egy, akár öt játékos részére izgalmas és vicces munka lehet az egész családnak. Én szeretem, hogy megmarad a maga kis 20 percében, és akár 8 éves kortól segítvén különféle alkatrészekkel lehetőségekkel tökéletesen működik. Nagyon nagyon szépen köszönöm a Pagony kiadónak a közös munkát és ennek a játéknak a létrejöttét. Hogyha esetleg megtetszett ez a játék és szeretnéd beszerezni magadnak, a családodnak vagy a barátaidnak, akkor az odalenti linken megtalálod. Bízom benne, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, akkor kérlek dobj egy lájkot, esetleg egy megosztást valamely közösségi oldalon, hogy minél többek keze is van ez a társas játékos tartalom. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó versenyzést a herceggel, jó játékot! Sziasztok!